Anyanyelvből érettségiztek ma a nem román tagozatos diákok. A Magyar Polgári Párt szerint diszkrimináció, hogy a magyar diákoknak egyel több tárgyból kell vizsgázniuk, román anyanyelvű diáktársaiknál emiatt a román vizsga eltörlését kérik. A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség szerint az átfogó tanügyi reform lenne a megoldás. Ezek a 12-esek ma érettségiztek magyar nyelv és irodalomból. Többségük vidáman jött ki a vizsgateremből. Megkérdeztük őket, szerintük diszkrimináció-e, hogy amíg ők vizsgáztak, addig a román anyanyelvű diáktársaik pihenhettek vagy készülhettek a következő tantárgyból. Mindenképpen előnyösebb az ő helyzetük, már csak azért is, mert ők egy tantárgyal kevesebből készülnek, kevesebbet kell készülni is a 4 év alatt, ugyanezért nekünk 4 év alatt hosszabb a programunk is ugyanakkor, és fel kell készülni még egy tantárgyra, ez azért óriási dolog. Mivel hogy ugye egyet többet is kell írjunk, ezért mindenképpen nehezebb helyzetben vagyunk, és azt, hogy ők pihenhettek, most tanulhattak, többet készülhetnek, az mindenképpen egy plusz számukra. Úgyhogy jó lett volna nekünk is szerintem egy szabad nap, így legalább a kettő között. A diákoknál élesebben fogalmazott a Magyar Polgári Párt, amely az RMDS színeiben képviselői mandátumot nyert politikusa révén májusban törvénymódosító javaslatot nyújtott be a parlamentbe. Ebben azt kérik, töröljék el a román vizsgát az érettségin, mert diszkriminációnak számít, hogy a nem román anyanyelvűeknek egyel több tárgyból kell érettségizniük. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell tanuljon románul, vagy nem kell megtanuljon más idegen nyelvek. Ellenben a vizsgán ne kelljen vizsgázzon, és nem legyen hátrányos helyzetben a román diáktársaival szemben. Mezei János hozzátette, az MPP törvénymódosító javaslatát 3 bizottságnak kell tárgyalnia, a jogi, oktatási és az emberjogi bizottságnak. Utóbbi elfogadta a párt beterjesztését. A parlament leghamarabb szeptemberben dönthet a törvénymódosító javaslatról. A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség július elején tette közé álláspontját a kérdésben. Szerintük a közoktatásban létező diszkriminatív helyzetek megoldását egy átfogó kurrikuláris reform révén lehet és szükséges elérni, nem pedig a jelenlegi törvények cikkelyeinek további módosításával, és vagy a román nyelv és irodalom tantárgy a 8-os és érettségi záróvizsgák tantárgyai közül történő eltávolításával.